keresztény országot, mint akire a mennyei atya, az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus merte bízni. Most, mint Mária országának fiai, Mária gyermekei, imádkozzunk népünkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Magyarok nagyasszonya, magyar szentek és boldogok, Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Rövidesen kezdetét veszi a legszentebb áldozat bemutatása. Terjesszük kéréseinket az Úr elé. Magyarok nagyasszonya, Baba Mária, szépséges szűzanyánk, lelkünknek szép gyönyörűsége, segíts meg nemzetünk, azokat, akik itt vannak, és akik szerte a nagyvilágban most együtt hozzád gondolkoznak. Segítsd azokat, akik rád bízták életüket, könyörög érettünk, akik hozzád mindig bizalommal menekülünk. Amen.